Új programokkal indul a Nyírbátori Korzó. Milyen programokra érdemes kilátogatni majd? Akusztikus koncertekkel várjuk a vendégeinket. Minden szombaton 19 órától és 21 órától lépnek színpadra a meghívott előadók. A Szabadság téren a parkban lesz a kihelyezett koncerthelyszín. Ugye ez nem csak koncerthelyszín lesz, szóval itt ki lehet ülni, lehet csörözni, gondolom lesz ilyen vendéglátás is. Természetesen lesz rá lehetőség, és ezen kívül pedig gyermekprogramokat is szervezünk, hogy a családok, ha látogatnak a rendezvényre, akkor a kisebb gyerekek is elfoglalják magukat, hogy a szülők nyugodtan tudják hallgatni a koncertet. Tudsz mondani pár fejlépőt esetleg, hogy kikre érdemes kívánni, vagy nem tudom, kivel kezdődik éppen pont? A fellépők között lesz olyan is, aki már az előző évben ellátogatott hozzánk, csak a rossz idő miatt sajnos beszoroltunk, és így nem volt túl sok látogató, ezért újra meghívtuk például Csétó Tesztert, aki nagyon szuper műsorral látogatott el hozzánk. Ugye ezeknek a, a, szombati rendezvényeknek az a plusz különlegessége még, mármint szombatonként, hogy meg lehet nézni Nyírbártot felülről, és tehát olyan helyekre is el lehet menni. Ez az a bizonyos három torony túra. Ez azt jelenti, hogy a Bátori Korzó koncertjei előtt, délután 16 órától 19 óráig, itt van lesz a Városháza, ahol fel lehet menni a tűztoronyba, illetve a Református Templom is ö, nyitva lesz, ott a tetőszerkezetet lehet megtekinteni, és fel lehet menni a Fatoronyba. Ezekre előzetesen be kell jelentkezni, mert nyilván kísérő nélkül egyik helyre sem lehet felmenni. Igen, ajánljuk, hogy három év fölötti gyerekeket hozzanak a családok, illetve saját felelősségre lehet látogatni ezeket a, a épületeket.